Nagyvázsonyról nekem nagyon sok minden eszembe jut. Először 2008-ban vagy 2009-ben tartózkodtam Nagyvázsonyban, szintén a Dumavölgy Humorvár által megrendezésre került stand-up fesztiválon léptem tulajdonképpen fel. Nagyvázsonyban ami nagyon fontos, hogy a kifli, azt nem tudom, hogy hol csinálják, de valószínűleg, hogy Nagyvázsonyban. De az biztos, hogy ott lehet kapni kiflit, és mégpedig olyan kiflit, ami nagyon jó, de ezt már régebben végül is mondtam. Nagyon szép a növényzet, a virágok, tehát ilyen kaktuszt szerintem simán előfordulhat, hogy valaki csak úgy beleül, mert így nem veszi észre, hogy ez egy ilyen védtelen növény. Nagyvázsonyban a Kinizsi vár tövében lesz majd egy sátor, egy felfújható sátor, amit már a polgármester úr elkezdett fújni, aki nem más, mint ugye Fábri úr, ő lett Nagyvázsonyban a polgármester, már elég régóta, de ha még ez valakinek hír, akkor elmondom, hogy ezt is tudja. Erről a kaktuszról annyit kell tudni, hogy ha beleülünk, akkor meg fogja szúrni a seggünket. Nagyvázsonyban a kifliről már meséltem, hogy olyan kifli van, tehát ne keverjük össze a zsömlével, mert a zsömle az úgy kerek, azt úgy gyorsan meg lehet unni, de a kiflinek kanyarog össze-vissza, mint egy út, követni kell végig, hogyha a végére akarok jutni, két csücsök kell rendelkezik, az ugye nagyon finom a két csücske, a közepe, arra meg azt mondom, hogy igazi pékmunka, tehát simán lehet lájkolni. A szállás, ahol én laktam, azzal nem meg vagyok elégedve. Tehát kiszökött első nap egy macska a szállásról, a házból. Nem tudom, hogy ez most annak köszönhetője, hogy én oda költöztem, és én kerültem a macska helyére, vagy amúgy is kiszökött volna, de az biztos, hogy én nem a macska miatt mentem. Egy fogadhajtásos városnézést reinvitálok mindenkit július 22-én. Nem nagyon ismerem Nagyvázsonyt. Én fogom elmondani, hogy itt van most a Kinizsi vár, itt van most a bolt, itt van most a Várutca, itt van most a temető, itt van most a megint a bolt, itt van most a jelzőtábla. Így fogok ezt így mondani, persze ennél sokkal viccesebben, mint most, mert nyilván, hogy akkor én ezért pénzt fogok kapni. Úgyhogy aztán első nap lesz Duma Jam, Hajós András fog énekelni, és utána mindenféle változatos programok lesznek, de stand-up minden nap lesz, és